Hát szervusztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és ez itt az alvó szemüvegem. Hogyha már ugye felkelt a nap, de még szeretnék egy kicsit sötétben lenni, akkor általában ezt szoktam feltenni a fejemre. És akkor ez gyönyörűen leárnyékolja a napsugarakat, tehát fogok tudni tovább aludni, meg ilyesmi. Ezt nem is tudom most miért vettem fel, csak úgy hülyeségből. Na, a lényeg az, hogy ez a szilveszteri különkiadása a csatornámnak, külön kiadás videója, és gondoltam, hogy hozok egy pohár pezsgőt, hogy majd így virtuálisan fogok veletek kocintani, de aztán végül még nem jutottam el odáig, hogy elmenjek kölyök pezsgőért, mondjuk. Na, szóval a lényeg, hogy boldog új évet szeretnék kívánni minden kedves nézőmnek, azoknak is, akik csak időnként szoktak nézni, és azoknak is, akik rendszeresen. Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor hoztam 2 darab témát nektek, amit most szeretnék kifejteni. Nem készültem fel egyikből sem, tehát rögtönözni fogok. Ugye az egyik téma az tulajdonképpen az lenne, hogy a nézőknek a hűsége. Ez elég furcsán hangozhat, de létezik ilyen. Ez egy fogalom a YouTube-on, meg ami azt jelenti mindenhol. TV-ben is, de mondjuk itt a YouTube-on ez halmozottan érvényes, hogy van ugye egy videós, mint például én. És van x 100 vagy x 1000 feliratkozója valakinek, tölt fel rendszeresen videókat, de észrevesszük azt, mi videósok, hogy ezeknek a videóknak csak egy részét nézik meg a nézők, és hogy ez hogy van. Ugye sokan panaszkodnak amiatt is, hogy több 10 000 vagy akár több 100 000 feliratkozójuk van, és mégis csak a videóiknak egy töredékét nézik meg a nézőik, hogy ez mire vezethető vissza, ugyebár. Na és ugye itt lép érvénybe a nézőknek a hűsége, miszerint van egy olyan csoportja a nézőknek, akik függetlenül attól, hogy milyen témában tölt fel a videós videót a csatornájára, mindenképpen rákattintanak. Szóval legalább belenéznek, és hogy ha még nem is tetszik, akkor lehet, hogy bezárják idő előtt, vagy beletekergetnek, de az biztos, hogy rákattintanak. Na, ezek a hűséges nézők, és véleményem szerint egy videósnak ezeket az embereket kell a leginkább megtartani. Ezeknek az embereknek a véleményére kell adnia. Tudniillik, hát ez az a rétege a nézőinek, akikből úgymond megél. Hát ez most egy hülye kifejezés, mert YouTube-ozásból ugye nem nagyon lehet megélni, vagy hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok nézettséget kell produkálni ahhoz, hogy ebből olyan összegeket keressen egy partnerséggel megtámogatott YouTube videós, hogy abból legalább önmagát fent tudja tartani. Szóval tulajdonképpen ez van, de hát ugye az a izé, hogy ez külső szemmel nem lehet megítélni, hogy most melyik nézőm hűséges, illetve melyik nem. Ezért potenciálisan minden nézőre a YouTube-osnak úgy kell tekintenie, hogy ő egy hűséges néző. Közben meg lehet, hogy csak egy sorozatodat nézte mondjuk végig, hogyha mondjuk, mit tudom én, maradjunk az én csatornámnál, tehát mondjuk vannak ugye gameplay videók, amiket töltök fel sorozat szinten, és lehet, hogy valaki csak a Mortal Kombat videóimat nézi. Na most az nem számít hűséges nézőnek, mert az összes többi videómat tulajdonképpen hát meg se nézi, mert nem érdekli. Tehát úgy van vele, hogy ő nem miattam iratkozott fel, hanem egy bizonyos tartalom miatt, amit én szolgáltatok. És egyébként kihangsúlyoznám, hogy ezzel abszolút nincs semmi probléma, mert én is ilyen vagyok. Tehát nekem is vannak olyan emberek, akikre régebben feliratkoztam, aztán később leiratkoztam, megnéztem egy-két sorozatát, a többi az nem érdekelt, szóval meg tudom ezt abszolút érteni. Csak hát, hogy van egy ilyen része ennek az egésznek, tehát nekem is most már 6500 feliratkozom van, durván, vagy már lehet, hogy több is. Nem szoktam mostanában már minden nap nézni, és ennek ellenére ugye az ember azt hinné, hogy hát hogyha van valakinek 6000 feliratkozója, akkor az átlagban egy olyan legalább 5-6000 megtekintés produkál. Na most nem, sajnos nem, tehát én hogyha átlagban egy sorozatomon 1000 megtekintés van, akkor már összeteszem a kezemet. Furcsa téma ez, amiről most itt beszélek nektek egyébként, mert ez általában visszatetszést szokott kiváltani a nézőkből, amikor egy videós egy videózásról beszél, és itt az anyagi vonzatokról, meg ilyesmi, de azért is akarom most ezt egy kicsit így körüljárni, mert sokan kérdezitek, hogy
ez a, mi ez a partnerség, hogyan lehet vele pénzt keresni, ilyesmi. Egyébként ezt már többször kifejtettem, hogy ugye én is partner vagyok már, hát több mint egy éve, másfél éve kb. És keresek is vele pénzt, de nagyon minimálisakat, tehát tényleg körülbelül annyira elég ez, hogy ha megyek a városban, akkor ebből a pénzből tudok venni időnként magamnak egy szendvicset, vagy egy pizzát, olykor-olykor. De az se olyan túl gyakran, szóval egy pillanat alatt fel lehet élni azt a pénzt, amit én ezzel keresek, tehát tulajdonképpen szinte semmi. Na és hogy ne ragadjunk le nagyon ennél a témánál, akkor bevezetném most a következőt. Csatorna építési tervek, ide felírtam magamnak egy ilyen kis papírkára. Ugyanis vannak terveim, hogy hogyan lehetne kicsit előrébb hozni a csatornámnak a fejlesztését. És itt most konkrétan a nézőszámnak a növeléséről beszélnék nektek, mert sajnos az a nagybüdös helyzet, hogy sok videós abba a hibába esik, hogy gyártja a tartalmakat, mint ahogy például én is. Tehát minden napon egy videó, legalább egy. De van úgy, hogy akár több is. Tehát gyártod az anyagokat, de a kutya sem nézi. Na most emögött a rossz reklám van, pontosabban a reklámnak a hiánya. Ami az én esetemben egyébként eléggé kifejezett, szóval én őszintén megmondom, hogy még a Blood idején, egy 2 évvel ezelőtt, amikor kezdtem, 2,5, akkor ugye Herbit én megismertem akkor, hát körülbelül 3 éve ismerem őt, és akkor rágyam fél évre kezdtem el készíteni neki ilyen kollekció videókat, hát ilyen vicces jeleneteket vágtam össze az ő videóiból, azt elküldtem neki, ő meg volt elég kedves ahhoz, hogy szépen kirakta őket, és ott zárójelben tényleg egy pár másodpercre a videóknak a végén említettem meg azt, hogy hát egyébként nekem is van egy csatornám, és hogyha valakit érdekel, akkor az nézze meg. De és tulajdonképpen ez indította be az ilyen YouTube-os karrieremet. Tehát onnantól kezdve már ilyen napi 30-40-50 feliratkozó is jött, és így szép lassan egy olyan 1000 feliratkozó összegyűlt a videók révén, utána pedig már úgy minden ment a maga útján. Szóval tulajdonképpen hát így indult ez az egész, és egyszer hirdettem is még az ő weboldalán, az is termelt némi feliratkozót, megnézőt. Na most csak azért mondom ezt, mert tehát, hogy sokan abban a hibába esnek videósok, hogy gyártják a tartalmat, de a reklámra abszolút nem figyelnek oda. Holott a mai világban a reklám az mondhatni, hogy fontosabb, mint a tartalom. Mert hogyha belegondolsz, lehetek én akármilyen jó vagy rossz videós, hogyha nagyon-nagyon jó reklámom van, és még a legbénább tartalmat, amit megosztok, azt is megnézik átlagban 20 000-en, hát azzal én már keresek pénzt. Nem is keveset. Pláne, hogyha minden nap töltök fel videót. Szóval most szeretném, hogyha nem értenétek félre azt, amit mondok, szóval ez nem pénzéség. Hanem az van, hogy amikor a videós elkezdi gyártani a tartalmakat, akkor eleinte ugye új seprű, jól seper, tehát a legjobb ötleteit, a legjobb gondolatait általában az első 2-3 évben süti el az ember. És utána van az, hogy már úgy, hát már úgy nincs mit mondanom, tehát már úgy mindent elmondtam, amit el akartam. És hogyha kellőképpen szerencsétlen ilyen szempontból, tehát hogy nincs annyi nézettség a videóin, amennyinek kellene, és mondjuk mit tudom én, utána kezdi el reklámozni magát, mint ahogy én most egyébként ezt tervezem, akkor az a probléma állhat fent, hogy igaz, hogy utána már nagyon magasak a nézettségek, de fantáziátlanak a videók, és témátlanak. Na és én ezt szeretném elkerülni, mert nekem azért még vannak témáim, amit szeretnék elmondani, de akkor azt már sokkal több embernek mondanám el szívem szerint. Szóval, hogy engem most már a feliratkozó szám mellett a nézettségnek a drasztikus emelkedése az, ami motiválna. Hát például van egy híres ember, ugye PewDiePie például, egy külföldi, világ egyik legsikeresebb YouTube-os az interneten. Na, ő például azt mondta egyszer egyik hát interjújában, hogy ő egy hét alatt egy videót készít, de abba beleadja a lelkét, szívét, lelkét, mindenét, tehát tényleg vannak benne ilyen bevágások, infók, humor, komolyság, akkor van ez a brofisztes dolog, szóval hogy ő is vezetett be ilyen trendi dolgokat,
Tehát az van, hogy igaz, hogy ő hetente mondjuk egy videót készít, de azon 200 000-szer akkora megtekintés van, mint nekem egy hónapban összesen, szóval, hogy mondjam, tehát hogyha sokkal nagyobb lenne a nézettségem, akkor lehet, hogy én is még drasztikusabban ráfeküdnék erre az egész videós témára, és még komolyabb tartalmakat gyártanék. Na és éppen ezért most egyébként én azt terveztem, hogy össze kéne fogni egy-két más nagy videóssal. Olyan videósokra gondoltam, akik azért hasonló témában utaznak, mint én, tehát ilyen gameplay-esek például, vagy legalábbis elég gyakran van a csatornájukon gameplay, és hajlandók lennének közösködni egy-két videó közös elkészítésében, tudjátok, és akkor ugye az végül is neki is reklám, mert az én nézőim ránéznek az ő csatornájára, az ő nézőim meg esetleg ránéznek az én csatornámra, szóval így működik. Tehát ez a legpotenciálisabb nézőcsalogató módszer egyébként. Nem gusztustalan. Igen, nem gusztustalan. Kerestem itt a megfelelő szót, mert ugye hát van más módszer is arra, hogy az ember sikeres legyen a YouTube-on, tehát magas nézettséget produkáljon, illetve jöjjenek a nézők. A botrány videó, tehát ezt szerintem mindenki tudja, hogy ha én itt most, mit tudom én, elkezdenék itt nyáladzani, üvöltözni a szobában, leverném a csillárt, meg minden, szóval akkor biztos, hogy 20-szor akkora megtekintés lenne ezen a videón, és biztos, hogy a nézők is jönnének, csak hát ugye nem mindegy, hogy milyen nézői vannak az embernek, mert trollokat senki nem szeret látni a csatornáin, viszont aki ilyen módszerrel tör ki a YouTube világában, az szinte biztos, hogy trolloknak a egész garmadáját vonzza saját magához, és ennek megvan az a hátulütője is, hogy ha én egyébként egy normális videós vagyok, de trollokból építem fel a csatornámat, akkor azok a trollok troll tartalmakra vágynak majd. Tehát magyarul, hogy minden egyes videómban üvöltözzek, káromkodjak, és olyan dolgokat csináljak, ami egyébként tőlem távol esik, de ez ugye vonzza a nézőket. Szóval magyarul ők is csalódnak, mert nem kapják meg ezt a tartalmat tőlem, és én is, mert amikor már normális tartalmakat csinálnék, akkor nem nézik meg, mert ugye a nézőim azok trollok. Na most szerencsére én annak nagyon örülök, hogy nekem itt a nézőim 95%-a legalább, az teljesen normális. Tehát többnyire azért a fiatalabb korosztályt célozzák meg a videóim, és tehát főleg fiatalabbak nézik a videókat, de szóval, hogy ennek ellenére olyan fiatalok ezek, akik normálisak. Tehát én ezt tényleg nagyon örülök ennek, mert sokan panaszkodnak, hogy hát a fiatalok azok ilyen nokedlik, meg ilyesmi, tehát ugye Hörbi szokta ezt általában kihangsúlyozni, de én azért nem így gondolom. Szóval persze vannak az én csatornámon is trollok, de voltak olyan trollok, képzeljétek el a csatornámon, akik így nagyon pikkeltek rám, próbáltak kötözködni, de aztán ugye látták, hogy nem nagyon lehet belém kötni, nem veszem a lelkemre. A Facebookon váltottunk is egy pár szót, és úgy végül úgy megbékéltek velem. Szóval én úgy vagyok vele, hogyha nem etetjük a trollokat, nem foglalkozunk velük, vagy mondjuk foglalkozunk velük, de megértő szándékkal, szóval nem visszatámadunk, akkor azt ők is úgy értékelik, hogy na hát lehet, hogy rosszul gondoltam. Lehet, hogy Oscar mégis csak jó fej, vagy nem annyira köcsög, mint gondoltam. Szóval értitek, hogy mit akarok ebből kihozni. Kicsit most így cikáznak a gondolataim. Na mindegy, szóval akkor egy szó, mint száz. A januártól megpróbálom építeni egy kicsit a csatornámat, hogy több nézőm legyen, magasabb nézettség, mert úgy érzem, hogy kezdek elapadni. Tehát, hogy persze sokan örülnének annyi nézettségnek is, mint ami nekem van, de higgyétek el, hogy ez olyan, hogy minél több van, annál többet szeretné az ember. És ez mondjuk az életnek egy olyan területe, ahol a több az tényleg jobb is, és tehát, hogy mondjam, semminek nincs a kárára. És tehát, hogy motiválna? Na, tehát motiválna arra, hogy erőt nyerjek belőle, és még tovább csináljam. Mert most januártól egyébként úgy néz ki, hogy eléggé megváltozik az életem, szóval munkahelyen változások lesznek, ilyesmi.
kevesebb időm lesz, kevesebb energiám lesz, tehát akkor azt szeretném, hogy megtartani azt, hogy napon, minden nap egy videó, egy minőségi videó, de azon akkor legyen is nézettség rendesen, dögivel. Szerintem, amit én szeretnék, amit én akarok, az egyáltalán nem megvetendő. Mindenki, aki videózik YouTube-on, és előbb-utóbb többé-kevésbé sikeressé válik, az tudat alatt vagy tudat felett ezt akarja. És én ezt nyíltan felvállalom, meg lehet engem ezért kövezni, de szerintem nem fogtok, mert hát, mint ahogy az előbb is kifejtettem, az én nézőim azok általában ugye hát intelligens emberekből tevődnek össze. Na, végül is egy csacsogjunk videó lett ebből, vagyis egy témázás videó lett ebből a kis szilveszteri szösszenetből, ami egy kevül így 5 percesre szántam, aztán nem tudom, már lehet, hogy egy 20 percre beszélek. Na, a lényeg az, hogy tehát próbálok majd továbbfejlődni, és a színvonalat azt megtartani legalább olyan szinten, ahogy most láthatjátok a videóimban, vagy még magasabb szintre felfejleszteni. És hát boldog új évet kívánok mindenkinek, ezt a videómat egyébként éjfél előtt egy pár órával fogom megosztani, érzésem szerint, hogy a késő esti órákban, hogy még meg lehessen tekinteni. Lehet, hogy majd lesz egy rövid felhívó üzenet egyébként, hogy majd ezt ugye év utolsó napján osztom meg ezt a videót, mert most egyébként még hanyaléka van, amikor csinálom. Most van kérlek alásan 22-e, amikor ezt csinálom, de szeretek egy kicsit előre dolgozni, szóval most tulajdonképpen mindjárt éjfélt üt az óra, úgyhogy pezsgőre fel, gyerekek, akár 2-re is, vigyázzatok magatokra, tartsatok velem jövőre is, és minden jót. Oszkár voltam, vagyok, és remélem, hogy még sokáig leszek is nektek. Sziasztok!